467 gyulai lakos gyakorolta alkotmányos jogát és ment el szavazni az időközi választáson. A szavazás egyértelmű többséggel zárult, így a 2,5 éve a település vezetés gyakorló Serneci László töltheti be továbbra is a község polgármesteri címét. Megindult pár programunk, pár pályázatunk most kezd megvalósulni, és ezt szerettem volna már tovább vinni, és azt szeretném, hogyha tényleg a községünk itt a pályázatok útján, meg amit tudunk támogatást szerezni, azáltal jobbá, szebbé és élhetőbbé válna. A közeljövőben útfelújításokra kerülhet sor Gyulajon, mely lehetőséget ad arra, hogy kényelmesebben, jobb körülmények között járhassanak dolgozni a lakók. A fejlesztések egyik célja az is, hogy megelőzze az elvándorlást, mondja az újraválasztott polgármester. Pályáztunk a Magyar Falu programon, belül pályáztunk több mindenre. Egyelőre 5 pályázat adtunk be, amire sikeresen pályáztunk a belterületi közterületek karbantartására nevezett pályázatba, eszközökre. Selmeci László a jövőben folytatni szeretné a fejlesztési munkákat, többek között új gyógyszertár létesítését tűzték ki célul. Emellett a község lakói összekovácsolása érdekében különféle programokkal készülnek, hiszen a településen azt vallják, itt még érték az összetartó közösség.